Vendégünk Semperger Espró szakács, aki új év alkalmával mi másra is készülhetett volna, mint lencsével. Sziasztok, boldog új évet! De nem a klasszikus főzelék, szerencsére. Gránátalmás lencse salátát. Igen, mindenki lencse főzeléket, lencse leves csinál, úgyhogy én kitaláltam egy gránátalmás lencse salátát. Ez zöld lencséből fog készülni. És pici mazsola lesz benne, gránátalma, fehér hagyma. Leginkább a... Egy pici fehér hagyma, az jó tudni róla, hogy nem annyira erős, édesebb az íze, így a salátákban az nagyon jó. Leginkább mi a zöld lencsét ismerjük? Ugye, mert hogy több féle van. Mi a sárga lencsét ismerjük egyébként, ez a sárga lencse. Ez, amit be kell áztatni, és ezt főzik a 40 percig körülbelül a magyar házi asszonyok. Mennyit a zöld lencse az éjszakára? Kevesebb. Nem kell, mint a baboteszt, elég egy olyan pár órára beáztatni. Ez a zöld lencse. Igen. És mert kétféle vörös lencse van. Ezeket nem kell beáztatni. Így van, igen. Én azt mellő is főztem már egyébként. Ez egy ilyen 25 perc alatt megfő áztatás nélkül. Uh-huh. Ebből lesz a salátánk is. Abba na, hogy segíteni, hogy akkor ebbe az edénybe, akkor Luca körülbelül ugye felét szed bele a lencsének. Igen is. A lencsét azt előre beáztatod is? Nem, ezt csak simán sós vízben megfőztem, kb. Egy ilyen 20 perc alatt készre főtt. Aha. Addig összevágom a hagymát, ami belemegy. Imádok. Mit kell csinálni? Azt is simán sós vízbe, forró, dobogó vízbe megfőztem. Eddig ez viszonylag egyszerű. Egyszerű, igen. De nem lehet egyszerre a kettőt? Lehetne? Együtt főzni? Hogy ezen inkább ne gondolkozzak most ennyit. Lehetne, de... Hagyjuk, engedjük de el. Egyszerűbb így külön, hogy úgy teljesen tökéletes. Szuper, és ennek is a felét? Így van, igen. Ez mindenkinek legyen munkája, Oszkár, akkor neked adom ezt az edényt. Köszönöm, de minek? Gránátalma. Igen? Jó, ami már előre megcsináltad, tehát szedjen bele? A ugye felét tegyük bele körülbelül. Lé nélkül? Ez azt mondta, mert a lé is bele. Ja, hát Isten, micsoda komoly feladatokat adsz nekem. Na, ja. Nézd meg megint. Stolica ja, nem megy? Remek. De csak kicsit bele van, tudod, és... Persze. Jó. Én el is készültem. Azt szerintem. Hozzátenném. Várj, és akkor mindjárt kicsit normálisabban. Egy pici olívaolaj. Igen. Ezt akár vegyük. Parancsolj. Jó lesz azzal. Mazsola. Ilyen sokat? Lehet bőven, vagy? Így ezt a felét. Jó. Adok neked egy ilyet. Nem kell. De még nem. Picit sózom. Miért tegyük a lencsét azon kívül, hogy sok pénzt hoz, hogyha január 1-én esszük? Sok pénzt hoz, igen. Rostokban életleni hatásai vannak. De szerintem nem eszünk eleget, ugye? Mert gyakorlatilag január 1-én kívül lencsével nem nagyon találkozom. Én picit itt elveszítettem, láttam, hogy hozzáadtál sót, borsót. Borsót és római kömény. Római kömény. Ezt a mindent. És ott a legvégén. Azt, hogy ja, tetejére lesz majd, ez pedig mondul, lesz fog rámenni tetejére. Értemben nem voltam ennyire hasznos a konyhában, mint most. Hozzá egy kis gránátalma szirupot még pluszba. Ja, értem, csak hogy egy kicsit édesebb legyen, vagy? Így van. Mi a különbség a színükön kívül a különböző lencséknek? Tehát mondjuk a vörösből jobban lehet salátát készíteni, míg a sárgából inkább a főzeléket? Igen, dekoratívabb, hogy egyébként, hogy a színükben különböznek. Vitamintartalmukban is van kis különbség, illetve a ezeket a lencséket nem kell beáztatni. A mi lencsénknek fontos például, ha az előső főzőlevet le kell róla önteni, akkor kevésbé fog puffasztani. Sokan nem tudják. Ahogy felfor, öntjük le, új vízes, úgy főzzük tovább. Mire jó még egyébként a lencse esetek, tudod? Még ilyet, hogy koncentrációjavító. Ezeket csak Oszkár tudja. Nem. Nem csak én a magot azt majd kiszedem, ne aggódjál. Most egy ilyen felelőtlen, csak így beledobtad. Hát azzal a habverővel, vagy mi az, azzal szedheted. Na de ez milyen szép lett. Igen, most azért büszkék legyünk rá, hogy egy kis lencsétök, egy kuszkuszt eszed. Mehet ez is belekapásba? Igen, azt rá lehet önteni. Figyelj, akkor tényleg meg ne szakítsd ezt a folyamatot. Keverem talán még ilyen szépen. Jó, úgy érzem, hogy lassan készen leszünk a salátával, és mentát fogok rá. Utána mi is lesz a másik, amit csinálni fogsz? A másik étel pedig egy sült paradicsom lesz, vörös lencsével töltve. Na, erről egy picit mesélsz nekünk, hogy készül. Ott elő fogom főzni a vörös lencsét, sós vízbe. Ugyanúgy mellette, akkor egy 20 perc? Igen, mellette hagymát és fokhagymát fogok pirítani, fenyőmagot teszek hozzá, erre fog rámenni a lencse, fűszerezem, és beletöltöm a kivált paradicsomokba, és sütőbe kis olívával megsütöm. Aha. És ez mint egy tálétel, vagy ez mondjuk valami húsi mellé? Egy tálétel, akár hús mellé, előételként, így vegetáns ételek, például ebbe is, ha valaki szereti, ez egy teljesen vegán étel, rakhatunk bele éppen csíkokra vágott csirke mellett, hogy akár egy kis hátizt lesúrva, hogy... a fehérjévő forrást is. Így van. Megészül, és most egy picit a tetejére egy kis mandulát szórunk még.
Azt a mindegy. Egyszerű. Most mondja elmúlt, de például egy szilveszteri bulikban azért remek étel lehet, és igen, nem lehet csak főzéléket eszünk, de a hétköznapokon is bármikor lehet. Nem annyira nehéz, hogy jól sejtem. Kicsit hagyjuk, hogy összeérjenek az ízek. Pontosan, mi addig téged egy kicsit, igen, hagyjuk, hogy összeérjenek, visszatérünk még hozzád, addig kezd el a másik ételt is, jó? Köszönöm szépen.